Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és ezúttal a vonal túlsó végén Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, és elnézést kérek, Visegrádon vagyok, és úgy néz ki, hogy itt elég nehéz a kapcsolás, de holnaptól már Budapesten vagyok, és minden rendben lesz, és köszönöm. Visegrádon volt egy jól sikerült előadás, hogyha jól tudom, jól sikerült? Igen, hárman voltunk az országgyűlési képviselő, a cseh nagykövet és én. Nagyon jó sikerült, a cseh nagykövet magyar származású, Miskolcon végezte az egyetemet, 10 éve Budapesten él, tökéletesen beszél magyarul, 124-en voltak a fórumon, nagyon jó sikerült, helyes volt mindenki, és köszönöm a meghívást. Szolgálati közleményekkel kezdünk, amit a hallgatók át tudnak tekerni a videóban található timecode segítségével. 2023. február 24-én, azaz jövő pénteken 18:30-kor egy Ultrahang közönség találkozó lesz Budapesten a Lavazza Coffee Butik bemutató termében, Kis Benedek József, Somkoti Bálint és Tír Gábor részvételével. Én leszek a műsorvezető. Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulója alkalmából beszélgetünk. Tudnak már regisztrálni a videó leírásában található linken keresztül. Mindenkit nagy szeretettel várjunk. Ez egy ilyen hirtelen jött rendezvény, úgyhogy nagyon számítunk arra, hogy esetleg megtisztelnek minket a jelenlétükkel, mert most nem lesz ilyen több héttel korábbi beharangozó. Ez a helyszín egyébként azért is különleges, mert jelenleg egy kiállítás zajlik, ahol Nógrádi Kis Magdolna festményei tekinthetők meg. Szintén ezen a helyszínen, ez a Váci úton található, a videó leírásában tehát megtalálnak minden részletet. Örömmel fogadjuk a támogatásaikat is a képernyőn látható bankszámlaszámon, illetve PayPal-on keresztül. Ugyanezen adatokat a videónk leírásában is megtalálják, és nagyon köszönjük a támogatásokat, és mindenkit, akik támogatnak minket, arra kérünk, hogy regisztráljanak be, ugyanis virtuális ajándékokkal kedveskedünk, többek között podcast előfizetést küldünk, aminek köszönhetően reklám nélkül hallgathatják az Ultrahang adásait, illetve vágatlan felvételeket is küldünk Nógrádi György előadásáról, egy kecskeméti előadásunkról, és majd a jövő heti közönség találkozónkról is. Akár ha csak 1 forinttal támogatnak minket, akkor ezeket már elküldjük. Nagyon sok tervünk van a jövőre nézve, többek között március 12-én Bécsben lesz Ultrahang közönség találkozó, és lehet, hogy oda még több másik rendezvény is bekapcsolódik, aminek igen magas költségei vannak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogyha támogatnak minket. Egyúttal mindenkit szeretettel várunk a bécsi közönség találkozóra, erről is találnak információkat a videó leírásában található linken, és lehet rendelni Nógrádi Györgynek az Ami sokat sok című könyvét, ami már megjelent. Ezeket is megtalálják a videó leírásában, illetve jövő héten lesz egy dedikálásunk, és utána pedig ki fogjuk szállítani ezeket a könyveket mindenkinek, aki megrendeli, és az Orosz-Ukrán Háború a Színfalak mögött című könyv is rendelhető. Illetve játék is volt, a múlt heti kérdést a tanár úr ismerteti, illetve a válaszokat is ismerteti, aztán jöhet az új kérdés is. Köszönöm szépen. A kérdés az volt, hogy a magyar honvédségnek, tehát a hadseregnek hány 4 csillagos tábornoka van, akik még hál' Isten élnek. A válasz az, hogy 90, tehát a 9-es számon nyerő, aki ezt írta, az nyert. A következő, amit föl szeretnék tenni, az egy picivel könnyebb kérdés. A bécsi kongresszuson 1814-15-ben 3 meghatározó diplomata volt, az összes kortárs szerint. Annyi lenne a kérésem, hogy ennek a 3 embernek a nevét legyenek szívesek megírni ahhoz, hogy nyerni tudjanak. És én is hadd mondjam el az e-heti programomat, ha úgy tetszik a jövő heti programomat. 20-án a NEM-nek lesz kiállítása este 18 órakor, beszélgetés vele, így pontos, a Batyány Lajos Alapítványba, fönn a várba, Csónak utca 1. 21-én kedden 19 órakor Siófokon tartok előadást a Főtér 2-ben, a színház teremben. 22-én, egy nappal később, 21 volt Siófok, bocsánat, 22-én 17 óra Marcali, és 23-án az eddigi honvédelmi miniszterrel, Benkő Tibor úrral 18 órakor tartunk egy előadást az ukrán háború egyéves évfordulójáról, szintén fönn a várba, a Batyány Lajos Alapítvány szervezésében, a Csónak utca 1-ben. A 24-e péntek az háború egyéves pontos évfordulója, az katasztrófa számomra. Reggel kezdek 6:45-kor a TV2-ben, 8-tól 12-ig 4 órás beszélgetés lesz velem a Hír TV-be, 13:30-tól a Hit Rádióba leszek, Hívtak egy órát a Inforádióba, végül megállapodtuk, hogy áttesszük későbbre, és este lesz egy előadásom. Tehát ez a jövő hét, és szeretettel várok mindenkit, és köszönöm szépen. Köszönjük szépen az ismertetést, és egyébként többen fel is sorolták a játéknál a kommentelők közül, hogy kik voltak a ma is élő tábornokok. Koron Ferenc, dr. Benkő Tibor, Tömböl László, Havril András, Szenes Zoltán, Fodor Lajos, Vég Ferenc, Deák János és Borsics László a felsorolás. Tökéletes. És a mai nyertesünk LC3N4N, úgyhogy írunk is neki, ilyenkor mindig írunk a nyerteseknek, és arra kérjük, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot, és akkor elküldjük az Orosz-Ukrán Háború a Színfalak mögött című könyvünket, illetve a mostani kérdésre pedig péntek évfélig lehet helyes válaszokat beküldeni a komment szekcióban. Na most, hogy ezeket megbeszéltük, akkor jöjjenek a legfrissebb hírek. Zajlik a müncheni biztonságpolitikai konferencia, ahol felszólalnak az ország vezető, illetve felszólalt Soros György is. Talán ennek a konferenciának a jelentőségéről beszéljünk először, és a tanulságokról. Hát én köszönöm a kérdést, mert ez az egyik kedvencem. Mi a lényeg? A lényeg az, hogy az emberiség a 60-as években, a hidegháború kellős közepén retteg a harmadik világháborútól. És van egy német arisztokrata, a neve szinte ismeretlen, úgy hívják, hogy John Kleist. És ő azt mondja, hogy találkozzék kelet és nyugat, és beszélgessenek. És ennek legyen a helyszíne München, és nevezzék el Vérkundénak, biztonságpolitikai fórumnak, és elkezdődik minden évben egyszer egy péntek, szombat, vasárnap a kelet és nyugat párbeszéde, ahol nem kell közös határozat, ahol nem kell állásfoglalás. Tehát nem az a lényeg, hogy megállapodjak, a lényeg az, hogy beszélgessenek. Ez a fórumára véleményem szerint a világ legfontosabb biztonságpolitikai fóruma lett, ahol részt vesz nem csak kelet-nyugat, észak-dél is. Ezeken a fórumokon, ha csak a mostanit veszem, részt vesz a német kancellár és a francia államfő, részt vesz az Egyesült Államok alelnöke. És mi a lényeg, hogy ez a fórum elérte célját? Tehát egy állandó párbeszéd van. 20 éveken keresztül itt volt Karzai, akkori afgán elnök, engem irritált, mert mindig azt mondta, hogy 5 évet kér, és Afganisztán a béke csodálatos paradicsommal lesz. Soha nem volt az. Érdekes, hogy az elmúlt években a francia köztársasági elnök csak akkor jön el, ha eljön a német kancellár. Most nekem nagyon fura volt, hogy az amerikai alelnököt, aki azért egy rendkívül komoly személyiség, a müncheni reptéren a bajor miniszterelnök Söder fogadta, és én gondolkodtam, ennek is megvan a logikája, mert ha a német kancellárnak kellett volna fogadni, akkor gyakorlatilag neki reggeltől estig a reptéren kellett volna lenni, mert annyi államfő, kormányfő érkezik erre a találkozóra. Amikor von Kleist visszavonul, akkor a vezetője ennek a fórumnak a Teltschik lesz. Én tudom, hogy Magyarországon ez a név ismeretlen, vagy szinte ismeretlen, de hát az illető egy zseni, ő volt Kohl biztonságpolitikai főtanácsadója, állandóan szemben állt Genscherrel. És tudom, hogy nem a reklám helyett, de a Teltschik írt egy könyvet, amit kiadtak magyarul, csodálatos volt. Én egyszer kb. 3 órát együtt vacsoráztam vele, és úgy mentem haza, hogy volt értelme, hogy megszülettem, mert zseni. Ő volt az, aki pár évvel ezelőtt azt mondta Münchenben, hogy értsék meg, évtizedekkel ezelőtt visszanyerte szuverenitását Nyugat-Európa. Hajlandó szuverenitás egy részéről lemondani, de Kelet- és Közép-Európa most nyerte vissza a szuverenitását, és nem fog erről lemondani. A von Kleist után akkor ő lett tanácskozásnak az elnöke. Majd amikor ő is megöregedett és visszavonult, akkor jött a német külügyi államtitkár Isinger. Az Isinger is csodálatos könyveket írt, ezek nem jelentek meg magyarul, és most van egy Gunners nevű úr, aki az új főnök, mert az Isinger is megöregedett. Tehát a lényeg az, hogy aki számít, itt van Magyarországnak, mindig egy helye volt, hogy ezen a konferencián részt vegyen, és mindenki mindenkivel beszél. És a színfalak mögött beszél. És olyan határozatban, hogy minden kiadást a német állam vállal, itt a lényeg az, hogy eljöjjenek és beszéljenek. Most nem hívták meg az oroszokat az orosz-ukrán háború miatt, véleményem szerint ez egy stratégiai tévedés. Lehetetlen Oroszországról úgy megállapodni, hogy az oroszok nincsenek ott. Zelenszki most is elmondja naponta a negatív hozzáállását, tehát Ez a fórum most egy picit hiányos a oroszok nélkül, de mindenki, a kínaiak, japánok, mindenki út van, és ha valaki figyeli most a német kancellár Scholz nyitó beszédét, ő azt mondta, hogy továbbra is támogatni kell Ukrajnát, de csak annyival, hogy az előegyesült fenntartsuk. Magyarul nem kaphat támadó fegyvereket. Meglátjuk, hogy mi lesz, mert a háború egy éve alatt ez a vélemény is eszkalálódott. A németek 5000 rohamsisak támogatással kezdték, és Leopard 2-esnél tartanak. Akkor még egy kicsit maradjunk annál, hogy többek között felszólalt Emmanuel Macron, Olaf Scholz, na ez majd ilyen nyelvtörő, és Rishi Sunak, és ugye ők a francia, a német és a brit vezetők, hogy ugye mindenki arról beszél, hogy Ukrajnát támogatni kell, illetve hogy nem szabad kihátrálni Ukrajna mögül, és azért érdekes számomra ez a mondat, mert hát nem nagyon tűnik úgy, hogy bárki ki akarna hátrálni. Miért ennyire fontos ezt hangsúlyozni? Ez egy ilyen belső megerősítés, vagy ezt várják el, vagy miközben ugye elvileg a nyugat fegyvereket szállít, elvileg ez nem is kérdés, hogy a nyugat nem hátrál ki Ukrajna mögül. A kérdésben önnek igaza van, 2. Annyit látni kell, hogy óriási amerikai nyomás jön ránk, hogy ne hátráljon ki. 3. Az európai közvélemény kezd kihátrálni. Tehát ha én megnézem, hogy ma már ukrán ellenes tüntetések vannak, elnézést kérek, Bécsbe, Berlinbe, Varsóba, hogy elegük van az ítélő és munkát vállalni nem akaró ukránokból. Én most tárgyaltam osztrákokkal, nagyon érdekes volt, hogy azt mondták, hogy Bécsben már egyre inkább ukrán ellenes közhangulat van, mert látják a bejövő luxusautókat. Tudom, hogy nem ez a jellemző, de mindenkit irritál, hogy átjönnek ukrán oligarchák, és úgy élnek, mintha otthon lennének Ukrajnába. A következő az, hogy a 3 európai vezető hatalomnak a hozzáállása az ukrán kérdéshez más. A németek szeretnének egy kompromisszumot, a franciák is egy kompromisszumot, de francia vezetéssel, a britek pedig 100%-osan követik az amerikai napi politikát, tehát mindent megadni az ukránoknak, ha kérnek légierőt, azt is. Azt senkit nem zavar, hogy a légierőhöz pilóták nincsenek, azt senkit nem zavar, hogy azokat a repülőtereket, ahol a katonai gépek le tudnának szállni, az oroszok órák alatt szét tudják lőni, és itt van egy nagyon furcsa kérdés, Ukrajna kivérzett. Nem tudjuk megmondani, mennyi a lakosság száma. Ugye a legutolsó felméréskor 2001-ben 47 millió volt. Jelenleg a szakértők 27 millió körülire teszik a lakosság számát, senki pontosat nem tud. Már ott tartunk, hogy erőszakkal viszik be az embereket katonáknak, már a 18 év alatt és 60 év fölöttieket is próbálják összeszedni, és most az egyik új irány, hogy mozgósításba a nőket is figyelembe veszik. Én jelezni szeretném, hogy a nyugati hadseregekben nagyon sok nő szolgál egészségügyben, közgazdaság területén és a többi, de nem a harcoló alakulatoknál. A következő lehetőség, amivel ma már a világ számol, de nem mondja ki, hogy nyugati katonák jönnek be, idézőjelbe önkéntesként. Ez a háború eszkalációját jelent, és hadd mondjak valamit. Csodálatos beszédet tarthat Sunak, Macron, Scholz és az amerikai alelnök. Egyik szebb lesz, mint a másik. De Ukrajna katonailag nem tudja legyőzni Oroszországot. Oroszország a világ 2 legnagyobb atomhatalmának az egyike. Bele lehet menni, hogy mekkora korrupció. Ukrajna a világ 122. legkorruptabb állama, az oroszoknál ennél is nagyobb a korrupció. De Oroszország atomfegyverekkel rendelkezik. És nagyon jó lenne nem kiprovokálni, hogy az oroszok főleg a taktikai atomfegyvereket bevessék. Tehát én úgy érzem, hogy amit a magyar álláspont mond, hogy csak fegyverszünet és béke lehetséges, az tökéletesen igaz. Van arra bármi esély, ezt általában meg szoktam kérdezni, de hogy például egy ilyen biztonságpolitikai fórumon nem merülhet fel annak a lehetősége, hogy legalább valami tervet dolgozzunk ki arra, hogy hogy lehet fegyverszünet meg béke? De ez csak idézőjelben a hátsó szobákban lehet, ezt nyílt fórumon nem lehet. Ha valaki ma fegyverszünetről beszélne, miután Zelenszki 24 órával ezelőtt a BBC-nek bejelentette, hogy ő addig nem hajlandó fegyverszünet és békekötésére, amíg a utolsó 4 centimétert és a Krímet is visszafoglalja, addig ennek a valós valószínűsége minimális. Az, hogy a ukránok visszafoglalják a Krímet, az kizárt. Az oroszok számára a Krím ma stratégiai kérdés. Tehát lehet mindenről vitázni. Lehet vitázni arról, hogy mik lesznek a határok, mi lesz Ukrajna státusza. Két dolog az oroszoknak nem jön szóba. Egy, Ukrajna NATO tagsága, kettő, a Krím visszaadása. Tehát egy reális nyugati politikának ezt föl kell mérnie, hogy hol vannak azok a pontok, ami mindkét fél számára elfogadható. Hagyj mondjak valamit. Több ezer oldalt olvastam az elmúlt hetekben Kissingertől. Csak a Fehérház évek című könyve 3500 oldal. És ő minden tárgyalásra úgy megy el, hogy pontosan fölméri, hogy mi az amerikai érdek, és mi a szír, az egyiptomi, izraeli és vietnámi egyéb érdek, és a kompromisszumot keresi. Az esetek jelentős részében meg is találta. Én jelenleg ezt a diplomáciában sajnos nem látom. Olyan, mintha nincs kompromisszumkészség, hiszen annyira eltérőek az érdekek. Az egyik oldal érdeke az, hogy visszaszerezzék még a Krímet is, a másik oldal érdeke az, hogy megszerezzék a Donbaszt, meg hogy Ukrajna ne legyen NATO tag. A nácitlanításról szoktuk mondani, hogy talán abból még engedni is lehet, mert az egy annyira relatív fogalom, és itt nem szeretném elbagatelizálni a különböző ukrán háborús dolgokat, meg bűnöket, meg amik még korábban voltak, de hogy ez két annyira más sík, hogy nagyon nehéz közös nevezőt találni. Egyetértek, csak ha én lennék az amerikai vezetés, hála jó Istennek nem vagyok, akkor tökéletesen tudnám azt, hogy mik a kompromisszum lehetőségek. Egy. A NATO-ba Ukrajna belátható történelmi ideig nem lépett be. Az Európai Unióba igen, de azt tönkreteszi, de ez az oroszokat nem érdekli. Kettő. A Krímről tárgyalni is felesleges, mert az orosz Fekete-tengeri flotta a melegvízi kikötője a legfontosabb orosz bázis ma. Van emellett néhány pici orosz kikötő a Fekete-tengeren, de azok összesen vethetők Szevasztopollal. Három. A területeknél lehetne valóban egy kompromisszumot kötni. A Kissingernek volt egy javaslata. Nemzetközi ellenőrzés alatt csináljunk népszavazást. Nekem nagyon fura volt, hogy az orosz népszavazásnál a lakosság 90%-a oroszok mellett volt. Ahogy bejöttek a területre az ukránok, a lakosság az ukránok mellett volt. Tehát nyilván itt lehetne egy kompromisszumot kötni, a kompromisszum kizárt a NATO tagság és a Krím kérdésébe. Az összes többinél lehetséges a kompromisszum, szerintem Budapestről nézve. Soros György Münchenben azt mondta, hogy információi szerint Joe Biden amerikai elnök figyelmeztette Zelenszkit, hogy a támogatásuknak továbbra is támogatja az Egyesült Államok Ukrajnát, de a támogatásnak vannak bizonyos korlátai. Ön szerint hol van a korlát? Tehát mi az a pont, amikor az Egyesült Államok már nem tud támogatást biztosítani? Én úgy módosítanám, hogy nem tud, vagy nem akar. Egy, támadó fegyverek. Kettő, olyan rakéták, amelyekkel orosz területek elérhetők. Három, haditengerészet. Négy, légierő. Csak ezek azok a pontok, amelyekről jelenleg vita van, de ha ön megnézi, az Egyesült Államok naponta hetente újabb fegyvereket küld, és újabb pénzügyi támogatást ad Zelenszkinek. Tehát nyilván az amerikai vezetés, és én szeretném elmondani, hogy például a külügy, a Blinken rendkívül jól fölkészült diplomaták, a külügyi vezetés mellett a szakértők világszínvonalúak. Tehát nyilvánvalóan tökéletesen tudják, hogy az amerikai támogatás határa az, hogy a világháborút el kell kerülni. Ezt Zelenszki nem veszi figyelembe. Ha én megnézem, hogy a Zelenszki az elmúlt napokban bejelentette, hogy orosz rakéták voltak Románia fölött, a románok azonnal nyilatkoztak, hogy a legközelebbi orosz rakéta is 35 kilométerre volt a román államhatároktól. Ha megnézem, hogy közölte, hogy orosz rakéták csak voltak be Lengyelországban, kiderült, hogy ukrán rakéták voltak. Tehát a Zelenszkit le kellene állítani, mert amit most csinál, az már nem csak önveszélyes, az közveszélyes is. Arról is beszélt Soros György, hogy tavasszal, mikor megérkeznek Ukrajnába az újabb fegyverek és a harckocsik a nyugattól, akkor lesz lehetősége arra, hogy ellentámadásba menjen át. Hogy látja a tanár úr, mennyire van realitása egy újabb sikeres ukrán ellentámadásnak? A válasz az, hogy mindig mindenki valamit még kihangsúlyoz, amiről nem szoktunk beszélni, hogy Ukrajna megkapja az amerikai és egyéb hírszerző adatokat. Többek közt az 5 szem, tehát az 5 angol száz hatalom, Kanada, USA, Nagy-Britannia, Ausztrália és Új-Zéland műholdas adatait. Ettől kezdve Ukrajna viszonylag jól látja az orosz csapatmozgásokat és az orosz csapatok elhelyezését. Amikor pár hónappal ezelőtt Ukrajna sikeres offenzívát hajtott végre a keleti fronton, azt amerikaiak és másodszorban a britek tervezték. Tehát az ukrán vezetés erre képtelen volt, mondom máshogy. azt az amerikaiak el tudják képzelni, hogy a több mint 1000 kilométer hosszú keleti fronton megtörténik egy ukrán csapás. Ezt én is el tudom képzelni. Csak itt is van egy probléma. Nem csak az ukránok kapnak hírszerző adatokat, az oroszoknak is rengeteg műholdjuk van, tehát ők is rengeteg hírszerző adattal rendelkeznek. Tehát számomra a tavasszal a kérdés az lesz, hogy ki fog csapást mérni, és ez a csapás mennyire lesz sikeres. Képesek az ukránok a beérkezett nyugati technikával valamiféle komolyabb támadást végrehajtani, vagy pedig képesek az oroszok a több mint 1000 kilométer hosszú fronton egy átütő sikert elérni. Van még egy kérdés, itt van Moldova. Milyen helyzetbe fog Moldova bekerülni? Orosz barát lesz, vagy nyugatbarát? Jelenleg nyugatbarát, de elképesztő mennyiségben változnak a vezetői. Ha és amennyiben Moldova beáll Oroszország mögé, akkor a szárazföldről el lehet foglalni, ugye szállt és új helyzet van. Tehát rengeteg a kérdőjel, és mindezzel együtt a megoldás csak és kizárólag fegyverszünet és béke. Ha már Moldovát említette, akkor talán érdemes azt is megemlíteni, hogy február 21-én Putyin beszédet fog mondani, ugye, és utána pedig elvileg egy nyilvános rendezvény is lesz, és azért a tavalyi háború kitörése előtt is hasonlóképpen állt össze a forgatókönyv. Azt is láttuk, hogy Putyin a napokban találkozott Fehér Oroszországnak a vezetőjével, hogy többen mennek most Moszkvába a szövetségesek közül, és ugye ott van Moldovának a kérdése is, ahol még az sem kizárt, hogy egy orosz barát kormányzat jön majd létre. Ezeket a mozgásokat tekintve várható esetleg az, hogy egy ilyen nemzetközi szövetség, egy nemzetközi orosz párti koalíció alakul? A válaszom az, hogy igen, de egy dolgot még ide kell venni, itt van Kína. Igen. Kína mindenben támogatja Oroszországot, és mivel rendkívül hosszú közös határokon azt szállít, amit akar, mert senki nem tudja, nem meri és nem akarja őket ellenőrizni. Mivel az USA bejelentette pár héttel ezelőtt, hogy az amerikai Egyesült Államok fő ellensége a Kínai Népköztársaság, ettől kezdve nyilvánvaló, hogy Kína sokkal jobban fogja támogatni Oroszországot, mint eddig. De támogatják az oroszokat a szerbek. A svájciak nem voltak hajlandók az ott lévő orosz vagyonokat befagyasztani. Tehát látszik, hogy a világnak egy év után elege van a háborúból, elege van Zelenszki propagandájából, és a világ jelentős része szeretne fegyverszünetet és békét. És még egy megjegyzés. Az egy évvel ezelőtti orosz offenzíva egy stratégiai csőd volt, amit Bieloruszból indítottak. Tehát Bieloruszban ma is állomásoznak, ha úgy tetszik, Fehér Oroszország lánykori nevén orosz csapatok, és a határtól 100 kilométerre van Kijev. Ettől kezdve rengeteg konzekvenciát le lehet vonni. Például miért? Például azt, hogy egy sikeresebb orosz csapás képletesen pillanatok alatt elérte volna Kijevet. Például az, hogyha Moldova a helyzetén változtat és orosz barát lesz, attól kezdve rendkívül komoly ukrán erőket lepölt. Például azt, hogyha Bieloruszban komoly orosz csapatok vannak, és Bielorusz hajlandó Oroszország katonai támogatására, akkor rendkívül komoly ukrán erőket leköt, és ettől kezdve a keleti fronton sokkal kevesebb ukrán erő tud állomásozni. Tehát rengeteg az ilyen megjegyzés. Az előbb említette azt, hogy az Egyesült Államok meghatározta, hogy Kína a fő ellensége, és ezzel kapcsolatban is volt Joe Biden amerikai elnöknek egy érdekes nyilatkozata, egészen pontosan ezt most csütörtökön mondta a Fehérházban. Az volt a mondat, hogy az Egyesült Államok nem akar új hidegháborút Kínával, de nem fog bocsánatot kérni. És itt ugye a kínai léggömb program miatt beszélt arról, hogy az amerikai kormány szigorítja a légtérben közlekedő legénység nélküli repülőeszközökre vonatkozó szabályokat. Ugye ez a nem fog bocsánatot kérni, meg nem akar új hidegháborút, ez egy elég érdekes mondat, hogy miért is kéne egyáltalán bocsánatot kérni, meg hogy akkor ezek szerint még sincs hidegháború az USA és Kína között? Hát az üléspontom meghatározza az álláspontomat. Ha én amerikai elnök lennék, akkor ilyeneket mondanék, csak kicsivel bölcsebben. Nyilvánvaló az, hogy a kínaiak minden meteorológiai kémholdat neveznek meg, és soha nem hírszerző kémműholdat, vagy kémballont. De ha megnézem, az Egyesült Államok az elmúlt időszakban rengeteg kém balont küldött Kína fölé. Tehát ha itt elkezdjük egymás balonjait lelőni, akkor a világon semmi nincsen, csak kevesebb hírszerző adat fog beérkezni. A második megjegyzésem az, hogy Kína gőzerővel fegyverkezik, és erről soha nem beszél. A harmadik, továbbra is el akarja foglalni Tajvánt, de erről egyeztetni fog az USA-val, mert nem akar harmadik világháborút. A következő. Azért tegyük hozzá, hogy az elmúlt napokban az amerikai Egyesült Államok bejelentette, hogy állampolgárai hagyják el Oroszországot, aminek rengeteg üzenete van. Egy, hogy elmélyül a háború, kettő, hogy a oroszok, ha kell, letartóztatják az amerikai állampolgárokat, tehát nagyon fura. A Duda, a lengyel államfő az elmúlt napokban visszakozott, mert először repülőgépeket ígért Ukrajnának, majd bejelentett, hogy nem. A szlovák vezetés bejelentette, egy ideglenes ügyvédő kormány van, hogy drasztikusan nő azoknak a száma, akik lelkismereti okokból megtakadják a bevonulást a hadseregbe. Ez tavaly, elnézés, 40 000 fő volt, tavaly előtt 1500, és egy évvel korábban 85 fő. Tehát nagyon-nagyon változik a helyzet. Németország 1200 fő kiképzését vállalta. Ukrán katonáit. Rendben, de már bejelentette a liberális párt, a három kormánypárt egyiket, hogy csak Bajorországban több menekült van, mint ukrán menekült, mint Franciaország egészében. A NATO a gyors reagálású erői létszámát ezen a héten 40 000 főről 300 000 főre emelte meg, ami 7,5-szeres növekedés. Tehát nagyon-nagyon furcsa a helyzet, és 16 NATO állam összeállt arra, hogy közös űrprogramot indítanak be, és ebben részt vesznek már a svédek és finnek is. Tehát nekem a bajom az, hogy eszkalálódik a helyzet. Nem a megoldás irányába megyünk, és ennek az üzenete nagyon rossz. Aztán még egy érdekes eszkalációs helyzet van, hogy Ukrajna és Románia között is úgy tűnik, hogy konfliktus kezd kialakulni, ugyanis az ukránok egy hajóutat szeretnének építeni a Duna-Deltában egy új fekete-tengeri kijárat megnyitása érdekében. Ugye az előző adásban beszéltünk arról, hogy hogyan kaphatna Ukrajna tengeralattjárót, és akkor a tanár úr elmondta azt, hogy ugye a törökök ellenőrzik a Fekete-tenger, tehát hogy ez azért okoz kihívásokat, és aztán Románia nemzetközi egyezményekre és környezetvédelmi szempontokra hivatkozva egyébként ellenzi azt, hogy Ukrajna megépítse ezt a hajóutat, amin aztán az ukránok meg megsértődtek. A két szomszédos ország között csaknem 2 évtizedes jogvita azt követően került ismét napirendre, hogy a román szállításügyi miniszter közölte, hogy tudomása szerint az ukrán fél kotrással mélyíti a Duna-Delta Ukrajnához tartozó részén lévő úgynevezett Bisztroje csatornát, és ugyanilyen munkálatokkal készül a nagyobb hajók számára is megközelíthetővé tenni a Duna-Delta északi, a Románia és Ukrajna közti határ, országhatár nyomvonalát képező Cília ágát. Mi történik? És azért azt lehet látni, hogy az ukrán-román kapcsolat nem annyira felhőtlen mostanában. Románia egy rendkívül érdekes politikát folytat. Nekünk a szomszédunk, tehát óvatosan fogalmazok. 2. Amikor én nemzetközi szakra jártam, akkor Magyarországon még csak egy ilyen volt, a Közgázegyetemen. Az első órák egyikén azt tanultuk, hogy ha Magyarország igazat mond, úgy mondjuk, mintha hazudnánk, ha a románok hazudnak, úgy mondják, mintha igazat mondanának. Mindig rendkívül fura volt a magyar-román viszony. A románoknak mindig voltak igényeik a volt Szovjetunió területeire, ezt ma rendkívül bölcsen a halálos ágyukon sem mondják ki, de ettől ez megvan. Következő. Azért bocsánatot kérek, én csak egy hülye egyetemi tanár vagyok, tehát nálam elég nehéz tiltakozni. A román nemzeti érdek nem az, hogy Ukrajna erősödjék, és egy sikeres Ukrajna legyen, és ezzel a román politikai mozgásokat megkorlátozza. A román nemzeti érdek az, hogy ha Ukrajna bármit akar, akkor itt van Románia, és Románia legyen a kulcsszereplő, lásd gabonaszállítást, és lásd nagyon sok egyebet. De elég bölcs a román politika ahhoz, hogy ezt nem mondja ki, és ne tegye látványossá az ellentéteket. Elnézést kérek. Tessék mondani, milyen a valóságban a lengyel-ukrán viszony? Ugyanilyen. Csak a lengyel vezetés is rendkívül óvatos attól, hogy a orosz reagálásra, vagy a orosz célokra, hogy vegye vissza a tőle elvett területeket, amelyeket egyébként a második világháború végén vettek el, és a Szovjetunió vette el, reagáljon. De ha egyszer béke lesz Ukrajna nyugati határainál, azért elég komoly problémák lesznek, amiket előbb-utóbb rendezni kell. A magyar kisebbség fele már vagy elmenekült, vagy elüldözték, csak a magyar politika is bölcs ahhoz, hogy erről ne nyilatkozzék, hogy hány embert üldöztek el az ukránok. Az ukránok most bejelentették, hogy idén elkezdik a tárgyalásokat az Európai Uniós felvételről. Oké. De ennek, ha megnézem a 7 pontos Európai Uniós jegyzéket, ennek a 7. pontja az, hogy a nemzetiségi jogokat biztosítani kell. Semmit nem biztosít Ukrajna. Tehát máshogy fogalmazva, amíg háború folyik, mindenki kettőt nyel, és egy pontig enged, de utána mindenki sokkal jobban fogja a vélt vagy valós nemzet érdekeit képviselni. Emlékszem, amikor még közösen voltunk a Párciumban, akkor lehetett hallani azt, hogy hamarosan távoznia kell a román védelmi miniszternek, mert hogy ő egyébként pont arról beszélt, hogy béke kéne vagy tűzszünet, aztán néhány nappal később valóban távozott. Erre egy megjegyzés. Tegnap a visegrádi előadásomra néhányan átjöttek a Párciumból, én majdnem ájultam. Hát azért ez egy 300-valány kilométeres út, én nagyon szépen köszönöm, hogy átjöttek, sőt a korrupció jeleként kaptam egy zacskó csokoládét, amit még nem hoztam föl a kocsiból, de Pesten meg fogom kóstolni, és köszönöm. A román védelmi miniszternek pedig távoznia kellett, de bocsánat, ugyanezt mondja a horvát állam, ő csak őt nem tudják leváltani. Ugyanezt mondja a Berlusconi, aki miatt most egy nemzetközi konferenciát gyakorlatilag nem rendeznek meg. Tehát egyre több olyan ember van Európában, aki ugyanezt mondja. Rengetegen gondolják, kezdett kimondani, nem merik, mert tudják, hogy ez az állásukba kerül. Én tegnap este beszélgettem szakértőkkel egy európai országból, nem akarom, hát kimondom a nevét, Csehországból, ahol a cseh szakértő azt mondta, hogy jelenleg a cseh közhangulat olyan, hogyha valaki azt mondja, hogy ebben a háborúban 98%-ban az oroszok a bűnösök, de 2%-ban az ukránok, akkor a cseh rádió, televízió, sajtó neki megy, mi az, hogy 2%-ban az ukránok? Mindenben 100%-ig az oroszok. Tehát egy ilyen hangulatban szörnyű nehéz kimondani a valóságot, és azzal, hogy a román védelmi miniszter kimondta a valóságot, gyakorlatilag aláírta a saját bukását. Ha már Berlusconit említette, akkor nagyon érdekes, hogy itt a háborúval kapcsolatos, vagy akár Zelenszkivel kapcsolatos kritikát, azt nem az amúgy nagyon radikálisnak számító Giorgia Meloni mondja ki, aki ugye folyamatosan szélsőjobboldalinak neveztek még az olasz választási kampányban, és hogy úgy tűnik, hogy ő ezekben a kérdésekben sokkal visszafogottabban nyilatkozik, mint például Berlusconi, vagy akár Matteo Salvini. Így van, de ennek megint sok oka van. Egy, ha megnézem az olasz politikát a második világháborútól, átlag 10 havonta buknak meg az olasz kormányok. A mostani miniszterelnök azt mondja, hogy szeretne hosszabb ideig maradni. 2. Mi a 2 sarkalatos külpolitikai kérdés? 1. Az orosz-ukrán háború, 2. a migránsok. Úgy néz ki, hogy ő a migráns kérdésben sokkal keményebb álláspontot akar végrehajtani, mint elődei, és enged az orosz-ukrán háborúba. Következő. Kikkel tárgyalt először? A francia államfővel. Nyilván a francia politikával meg kell egyeznie, mert Franciaország sokkal erősebb, mint Olaszország, és Olaszország nem akart az Európai Unión belül elszigetelődni. Tehát amit ő csinál, az teljesen logikus, meglátjuk, hogy sikeres lesz-e. Na és akkor így a végére egy hír, hogy a napokban nagyobb ukrán erősítés érkezett Bahmutba, eközben pedig evakuálják a városnak a lakosságát. Ugye azt halljuk, hogy hónapok óta próbálják elfoglalni Bahmutot az oroszok. Hogy lehet az, hogy a lakosságot csak most evakuálják? Ha valaki egyszer megnézi, és amit most mondok, nagyon komoly kritikákat fogok kapni. Én nem hiszem, hogy van olyan orosz és ukrán szakértő, aki a háború előtt Bahmutról hallott. 2. Bahmut egy kisvár, relatíve kisváros, ahol utak futnak össze. Az oroszok egyetlen út kivételével az összes utat és az összes magaslatot ellenőrzik. 2. A város döntő részét evakuálták, döntően öregek maradtak ott. Következő. Nagyon csúnya lesz, amit mondok. Bahmut nem nagyváros. Bahmut stratégiai jelentősége minimális. Ha az oroszok be fogják venni, akkor kiderül, hogy Bahmutnak akkora jelentősége, mint Londonnak, New Yorknak, Moszkvának, stb. Ha Bahmutot meg tudják védeni az ukránok, akkor be fogják jelenteni, hogy akkora győzelmet arattak, mint Stalingrád, stb. Tehát mindkét fél, elnézést kérek, egy napi buta PR politikát folytat. Egy kisváros. Ezért a kisvárosért folynak hetek, hónapok óta harcok, halnak meg emberek, de a háború egész menetét, ennek az elfoglalása vagy el nem foglalása érdemben alig befolyásolja. Mi lehet az, ami már tényleg befolyásolhatja a háború menetét? Ilyenkor vannak, akik azt mondják, hogy ha Odesszát elfoglalnák az oroszok, pontosan, szerintem elég messze vannak tőle, akkor nagyon az mondjuk egy jelentős eredmény lenne. A válaszom az, ha tengerparton tudnának jelentősen délre menni, ha Odessa elfoglalására elvi esélyük lenne, ha szárazföldön áttörnének a több mint 1000 kilométer hosszú fronton, és ettől kezdve Ukrajnába a kérdés az lenne, hogy az orosz haderő elfoglalja ukrán nagyvárosokat, vagy ha Bielorusz felől bejönnének, és sikeresen megközelítenék Kijevet. Ezek stratégiai áttörések lennének. Amiről most beszélünk, ez napi taktika. Ez volt a Kérdező Nógrádi Györgytől mai adása. Kedves tanár úr, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm szépen. A hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, mindenkinek szép napot kívánunk, viszontlátásra, viszonthallásra.